Szeretettel köszöntelek. Téma: csillagok keletkezése, a nap. A világegyetem körülbelül 14 milliárd évvel ezelőtt számunkra ismeretlen okból a semmiből jött létre. Kezdetben kis atomi részecskékből, protonokból és neutronokból állt, majd az ezekből felépülő atomok is megjelentek. Ezután az univerzum az ősrobbanásnak nevezett esemény során egyetlen másodperc alatt millió kilométer nagyságúra tágult. Ez a tágulás folyamatos, és egyes ismeretek szerint soha nem fog véget érni. A világegyetem galaxisok és csillagok összessége. A galaxisok csillagok csoportosulásai. Ilyen galaxis például a Tejútrendszer, amelynek a nap is része, és amelyben mi is elhelyezkedünk. A Tejútrendszerhez legközelebb levő csillag a Proxima Centauri, és a hozzá legközelebb levő galaxis az Androméda köd. Hoztam nektek egy NASA által közölt képet. 4 milliárd év múlva egy ütközés következtében a Tejútrendszerbe olvad az Androméda galaxis. A kataklizma átalakítja a Tejútrendszert, de a Földön az élet sorsa feltehetőleg már korábban megpecsételődik. Noha jelenleg 2,5 millió fényévre van az Androméda galaxis, folyamatosan közeledik, és a jövőben el is találhatja a Tejútrendszert. Mindettől azonban felesleges félni, mert 4 milliárd év múlva történik, amikor a nap már eleve a végéhez közelít. Mielőtt vörös óriás állapotba fúvódna fel, sugárzása annyira felerősödik majd, hogy valószínűleg akkor már nem lesz élet a Földön. A galaxisok csillagai a galaxis középpontjai körül keringenek, és a gravitáció tartja őket össze. A galaxisok közepén fekete lyuk van, amelynek gravitációs ereje olyan erős, hogy belőlük semmi sem szökik meg, még a fény sem. A galaxisok távolodását a Doppler effektus bizonyítja. Csillagok akkor alakulnak ki, amikor a világűrbe található hatalmas hideggáz felhők gravitációs összeomláson esnek át. Ennek hatására az anyag felforrósodik és plazma jön létre. Az égi test magjának a hője mérettől függ, de a forróság mindenképpen elég erős ahhoz, hogy magfúzió hatására nukleáris energia jöjjön létre. A folyamat miatt a csillagok önálló fényt bocsájtanak ki, amelyek aztán más objektumokat is megvilágítanak. A csillagok keletkezése folyamatos az univerzum kezdete óta. A hatalmas por és gázfelhőkből egyszerre több ezer csillag alakul ki. A csillagközi porból és gázból álló felhőket ködöknek nevezzük. A csillagkeletkezés kezdetén a csillagközi gázfelhő instabillá válik, és csomósodás indul meg benne. A kisebb csomók azt a saját gravitációjuk hatására növekedni és sűrűsödni kezdenek. Kialakulásba levő csillagot protocsillagnak hívjuk. A csillag magjában a hatalmas anyagsűrűség és nyomás miatt nukleáris fúziók mennek létre, létrehozva a csillag fényét és hőjét. Minden csillag előbb-utóbb elhasználja az üzemanyag készletét és elpusztul, végül fekete lyukká válik. A csillagok életét és halálát meghatározza, hogy születésükkor mennyi anyagot tartalmaznak. A csillagok tömegük szerint háromfélék lehetnek: kis tömegűek, közepes tömegűek és nagy tömegű csillagok. A kis tömegű csillag maradványát fehér törpének hívjuk. A neutron csillag a közepes méretű csillag végstádium állapota. Az egyik legnagyobb csillag a nap, amely egy forró világító gázgömb. A nap mérete Földünk méretének 1,3 millió szorosa. A nap belsejében három részt különböztetünk meg: magot, radioaktív zónát és konvektív zónát. A mag felé haladva a hőmérséklet és a sűrűség egyre növekszik.
A nap energiája mélyen a magban keletkezik, nukleáris fúzió útján, amely során fényt és hőt bocsájt ki. Radioaktív zónát sugárzási zónának hívjuk. Az energia ezen a zónán keresztül szóródik szét. Itt már nincs nukleáris fúzió. A nap belsejében uralkodó magas hőmérséklet és nyomás hatására a hidrogén héliummá alakul, amelynek eredményeként sugárzó energia szabadul fel, akár csak egy magfúziós atomreaktor esetében. Sugárzási zóna. Az energiatermelés magban zajlik, amely a sugár 25%-áig terjed. Az energia magból kifelé a sugárzási zónán keresztül jut a felszínre. A sugárzás és a konvektív zóna között egy vékony átmeneti réteg található, amelyet tachoklínának neveznek. A konvektív zóna, vagy áramlási zóna 200 000 km mélységtől egészen a nap felszínéig terjed, felszabaduló energia főleg hőáramlásos mozgások révén jut fel a felszínre. Kifelé haladva 2 millió foktól hőmérséklete 5700 fokig csökken. A mi naprendszerünk 4,6 milliárd éves. A naprendszer a tejútrendszer magjától 30 000 fényévre van. A naprendszer porszemcséi egyre nagyobb csomókká állnak össze, melyek egy része saját gravitációja által gömbformát vesz fel, bolygókká alakultak. Ma a naprendszer 8 nagy bolygóból áll, ezok több mint 100 holdjából, számos törpe bolygóból, milliónyi aszteroidából és üstökösből áll. Törpe bolygók kisebbek a nagy bolygóknál, de elég nagyok ahhoz, hogy gömbformát vegyenek fel. A belső naprendszerben a bolygók kőzetekből és fémből épülnek föl, a külső naprendszerben gázból tevődnek össze. Az aszteroidák vagy kisbolygók óriási űrsziklák, amelyek a naprendszerben keringenek a belső naprendszerben. Hajdanán az emberek mindennapi életüket tették függővé attól, hogy a nap milyen pályán jár be, milyen pályát jár be, és gyakran az égi jelenségek határozták meg a sorsukat. Behatóan tanulmányozták a napot a többi égi testtel együtt, és befolyásolta ez a mezőgazdaság és a navigációs ismereteiket is. A napistenként való tiszteletének nyoma az egész bolygón megtalálható, legismertebb napkultusz az ókori Egyiptomhoz fűződik. Az, hogy világosság nap után legyőzi a sötétséget, a jó és a rossz örök harcának szimbólumává vált. A heliocentrikus világkép első megjelenése még az ókori görög kultúrából ered, Arisztarkosztól. Ám tanai hamar feledésbe merültek. A nap az őt megillető hely elnyeréséért végül a lengyel csillagásznak, Nikolaus Kopernikusnak köszönheti. Az égitest korábbi tiszteletének nyomai persze még ma is gyakran megtalálhatók, akár olyan technikai élenjáró országokban is, mint Japán, ahol a kulturális örökségként felmaradt a császári család nap isteni eredete. A nap hatásai az emberi szervezetre. A bőrgyógyászok kutatásai szerint az UVA sugarak a bőr korai öregedését okozzák, míg az UVB sugárzás nagymértékben megnöveli a bőrrák és a szürkehályok előfordulásának esélyét. A túlzásba vitt napozás hatására bőrünk ráncossá, rugalmatlanná válhat, megöregszik. Az ismétlődő leégések rákos folyamatokat indíthatnak el. Az erős napsütés a haj szerkezetét is súlyosan károsítják, az UV sugarak hatására a nap haj elszíneződik, kiszárad és töredezetté válik. Ugyanakkor számos jótékony hatása is van.
többek közt biztosítja a szervezetünkben a D-vitamin keletkezését. A depresszió kialakulásának megakadályozására a napozás az egyik leghatékonyabb természetes terápia. A nap energiája hő és fény formájában sugárzással éri el a Földet, amelyet az emberiség ősidők óta hasznosít, egyre fejlettebb technológiák segítségével. A napenergiához kapcsolódó technológiák, mint a napfűtés, a naperőművek vagy a napenergiát felhasználó épületek segíthetnek megoldani az emberiség ember előtt álló nagyobb kihívásokat. A napból érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik, a passzív és az aktív energiatermelés. Naperőművekben alakítják át a napenergiát elektromos energiává. A nap napja minden évben, júniusban a nyári napfordulóhoz legközelebbi vasárnapon van. 2020-ban, június 21-ére esik. A nemzetközi nap célja, hogy felhívja a figyelmet a napenergia hasznosításának lehetőségeire, a megújuló energia fontosságára. Köszönöm a figyelmed, forrásaimat itt találhatod. Várlak a következő videómban is.